Alapítvány önkormányzat és a MAMAN nevében a tudott drogprevenció szabadulószoba megnyitójának alkalmából rendezett ünnepségünkön. Önkormányzatunk hosszú évtizedeken nyúlóan foglalkozik a drogprevencióval. A kerület vezetése mindig is fontosnak tartotta, hogy az ezen a területen munkálkodó intézmények és civil szervezetek egyik fő jellemzője legyen az összehangolt együttgondolkodás és a kimagasló együttműködés. Az általam elnökölt kábítószerintesztető fórum, a KEF is azt a filozófiát képviseli, hogy csak akkor tudunk eredményeket elérni a drogprevenció területén, ha azokat a szervezeteket, akik ezen a területen feladatot vállaltak, illetve látnak el, ismerjék meg egymás munkáját és hangolják össze tevékenységüket. A KEF működtetése megerősített bennünket abban, hogy akkor sikeres a prevenció, ha az összehangolt szakmai tevékenység koordináltan működik. Az elmúlt években a kerületi szakembereknek fel kellett ismerniük, hogy változásokra reagáló munkát kell végezniük, amely megerősíti a prevenciót. Felgyorsult világunkban a lehetőségek ezernyi tárháza, különböző és néha szélsőséges hatások özöne zúdul az emberekre, azonban ezen hatások leginkább a gyermekekre és a fiatalokra jelentenek vagy jelentettek veszélyt. Ők azok, akik még nem rendelkeznek kialakult világképpel, nincs még kifejlődött normakontrolljuk, tájékozódási képességük még gyenge, személyiségük még nem áll szilárd alapokon. A mindennapi munkában prioritásként szerepel a gyermek és ifjúságvédelem. A kiemelt szerepkör indokolt, hiszen a fiatalkorok mindig is a potenciális áldozat kategóriáját képviselték. A mindennapokban tapasztalható hiszékenységük, óvatlanságuk, ismerethiányuk ellenére is jelentősen hat rájuk a környezet, lehetnek akár bűnelkövetők, vagy áldozattá is válhatnak, mert hiszen még nem kialakult a személyiségünk. Nincs szilárd értékrendjük. Éppen ezért egy olyan prevenciós célú, addiktológiai témájú szabadulószoba kiépítésére törekedtünk, ami a kooperatív tanulás elvén alapulva játékos formában ad át ismereteket az egyes pszichoaktív szerekkel kapcsolatban, az együttes játékélmény kapcsán a közösségépítő hatása eredményes lehet. A program formájaként ezért választottuk a szabadulószoba kiépítését, mert ez a játékforma tökéletesen alkalmas lehet arra, hogy a fiatal korosztály számára vonzóan kezeljük és kerüljük a konferenció kérdéskörékhez. Fontos kiemelnünk azt a tényt, hogy a fővárosban elérhető szabadulószobák költség ellenében lehet igénybe venni, míg nálunk ingyenesen vehetik igénybe a fiatalok ezt a szabadulószobát, így többen vehetnek részt ebben a játékban. Programunkat pályázati forrás támogatásával és a 13. kerületi önkormányzat támogatásával valósítottuk meg. A működtetés költsége az intézmény önkormányzati költségvetésében szerepel. Tisztelt vendégeim! Elismerésemet fejezem ki együttműködő partnereinknek a tudattörő drogprevenciós szabadulószoba megálmodásában, kialakításában végzett tevékenységéért. A működtetése szakmai elkötelezettséget kérek és kívánok kollégáimnak és együttműködő partnereimnek.